Az autómentes világnap egy 1970 óta minden évben szeptember 22-én megtartott rendezvénysorozat, melynek célja a társadalom környezettudatosságának az erősítése. Az utóbbi években Temerinben is rendszeres lett ez a megmozdulás, amit idén is egy kerékpártúra keretein belül bonyolítanak le. Az összesen 12 kilométeres szakaszra főként a helyi általános iskolából érkeztek diákok, azonban akadtak családok és idősebb személyek is, akik végig tekerték a távot. Mivel az iskolákkal van a legjobb kapcsolatunk, a tanárnő szavaival élve a gyerekek minden évben várják, mert ők kérdezik, imádják, hogy van szervezve, le van állítva a forgalom, és hogy ő rájuk figyelnek, és ugye a célja ennek, hogy a figyelemfölkeltés, hogy aki nincs is itt, nem bír eljönni kerekezni, kerékpározni, az mégis elgondolkozzon, hogy jó van, épp nem muszáj minden nap autóval vagy motorral mennem, főleg így városban. Úgyhogy figyelemfölkeltés a fő célunk. Az autómentes nap a gyalogosoké, a bicikliseké és mindazoké, akik nem szennyezik a városunkat, vallják a szervezők. A rendőrség biztosította a csoportot, amely a Temerini Újvidéki utcán gurult végig, majd a városból kiérve az újonnan kiépült kerékpárutat is igénybe vette. Épségben érkeznek a kerékpárosok a végcélhoz, a Jegricska parti információs központhoz. Az esemény a Falkó Természetvédők Egyesületének, valamint Temerin Község idegenforgalmi szervezetének együttműködéséből valósulhatott meg. Hát az utóbbi időben ez nagyon káros volt, ez a, hogy sokan autózunk, így az ózonréteg megbomlott, és az UV-sugárzás nagyon megerősödött, ezért tenni kell azért, hogy felépüljön az ózonréteg, ezért biciklizzen mindenki. Eléggé hasznos, ha más nem, legalább biciklizünk és kimozdulunk otthonról. Egy ilyen pár kilométeres túrát tettünk meg, az eléggé jót tesz végül is az emberi testnek. Én minden nap kerékpáron járok, úgyhogy most ez a körülbelül 7 kilométeres táv nem volt megerőltető. Annyival, hogy valóban nagyon komoly szembeszeret kellett nekünk legyőzni, de hát ez a fiatalos lendület, ami itt a gyerekekben ég és él, minket is egy kicsikét megfogott, és nagyon jól érezzük magunkat. Az eseményen több mint 100-an vettek részt, a fő támogatója pedig Temerin Község és a Vajdaság Vizei Közvállalat volt.